Mindenki tapasztalhatta, hogy az iskolai tanév kezdete miatt a karcagi oktatási intézményeknél a reggeli és délutáni csúcsidőszakban rendszeresek a forgalmi dugók. A legtöbben elsősorban kényelmi szempontokat figyelembe véve, illetve az időhiány miatt gépkocsival szállítják gyermeküket a bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba. Természetesen a közlekedők nagy része az intézményekhez legközelebb eső útszakaszon várakozó helyen megállva szeretné kitenni, vagy felvenni gyermekét, ezért rendszeresen alakulnak ki torlódások. A Szolnokvárosi Baleset Megelőzési Bizottság kéri a szülőket, hogy a forgalmi dugó kialakulásának elkerülése érdekében Lehetőség szerint parkoljanak egy kicsit távolabbi, kevésbé frekventált helyen. A parkoló és az intézmények közötti útszakasz tegyék meg a gyermekükkel sétálva, a nagyobb gyermekeket buzdítsák az önálló közlekedésre. Javasoljuk, hogy lakhelyük függvényében használják a helyi közösségi közlekedési eszközöket, illetve az adott intézményhez közelebb lakó családok kerékpárral vagy gyalog közelítsék meg uticéjukat. Továbbá kérjük, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek az oktatási intézmények környékén és az iskolák előtti kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél.